A pingpong hosszú múltra tekint vissza. Európában már a 12. században ismertek és játszottak egy, a maihoz nagyon hasonló játékot. A sportág a mai formájában a 19. században jelent meg Angliában. A 20. század elejére komoly népszerűséget ért el egész Európában és Ázsiában is. Elterjedésével párhuzamosan erősödött meg az asztali tenisz versenysport jellege is. Egységesítették a szabályokat, bevezették a 21 pontig tartó szetteket és az 5 pontig tartó szervacserét. Ebben az időben alakultak meg az első sportklubok és a nemzeti szakszövetségek is. Népszerűsége ellenére csak 1988-ban Szóban vették fel a hivatalos listára. Októberében a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség néhány fontos szabálymódosítást fogadott el a sportág népszerűsítésének növelése érdekében. Az új szabályok bevezetésével izgalmasabbá és gyorsabbá váltak a mérkőzések. Meséli Mészáros Béla, egykori játékos. A legtöbbet változtat, hogy 2001-ben jött a nagyobb labda, 40 mm-es, levették a szettet 21-11-re és a szervát 5-2-re, úgyhogy ez óriási változások voltak. Különösen a nagy labda. És a játék sokkal gyorsabb lett, mint 20-25 évvel ezelőtt. Fölgyorsult minden. Jöttek az új szuper gumik, meg minden, és az is hozzájárult ahhoz, hogy megváltozott nagyon a pingpong. Nincsenek hosszú labdamenetek, szerva, 2-3 pörgetés vagy ütés, és kész az a pont. Idén 57 éves Csóka Asztali Tenisz Klub hírnevét öregbítik a sportolói különböző országos és világversenyeken elért eredményei. Király Ilona kiváló játékos és edző volt, akiről fontos megemlékezni. Emelte ki Dognár Borgics Otília, aki szoros kapcsolatot ápolt a 10 éve elhunyt tehetséggel. A tornát az ő emlékére rendezték meg Csókán. Szidikének ez a Csókai Pingpong Klub, meg általában pingpong, ez volt az élete tényleg, tehát mind játékos, később mind edző, tehát tényleg szinte mondhatom, hogy az életét adta erre ebbe a sportba is, meg a Csókai Klubba is. Nagyon sokáig mi ketten vittük a pingpongot itt Csókán, még a Pista bácsi nem tért vissza, aztán is visszajött. Nagyon nehéz. És nem, hogy nehéz beszélni róla, mert nem kell, hogy nehéz legyen, mert tényleg csak is, mondjam, örömmel tudok rá visszaemlékezni. Az a sok együtt töltött idő, az a mind játékosok, aztán később mind ő az edző, mind a klubelnök, tényleg egy fantasztikus, ezt mindenki, aki ismeri, ezt tudja, egy fantasztikus személyiség volt, aki nagyon jó ember, nagyon jó szakember a pingpongba. És tényleg a volt Jugoszlávia idején persze, tehát mindenhol egy elismert, mind játékos, mind szakember volt, és tényleg hát nagyon sajnálatos, hogy ilyen fiatalon hagyott itt minket, mert még nagyon sok mindent bírt volna hát adni ennek a sportnak. Az
emléktornát a Csóka Asztali Tenisz Klub és a Vajdasági Asztali Tenisz Szövetség közösen szervezte. A bajnokság kezdet előtt úgy döntöttünk közösen, hogy egy ilyen emlékversenyt megrendezünk. Mi vagyunk a házigazdái, és Vajdaság 4 legjobb szuperligás csapatát látjuk vendégül. Többek között tudni kell azt is, hogy az országos bajnok csapat, az Újvidéki Asztali Tenisz Klub is jelen van, 4 válogatott játékosával, erős a mezőny, és természetesen a Csókai Asztali Tenisz Klub, aki házigazdája ennek a rendezvénynek. A világjárvány nem kímélte ezt az eseményt sem, hiszen nem ilyen formában tervezték megszervezni. Mivel közönség nélkül szervezhetjük meg ezt a versenyt, akkor egy szerényebb, kisebb létszámú, tehát az a 20 fős, minden csapatnak 5 fős tagjával vehetnek részt, közönség nélkül csak a szükséges technikai személyek, a bírók és a verseny lebonyolító személyek vesznek részt a mai nap. A közönség és az asztali tenisz rajongók így sem maradtak játszmák és izgalmak nélkül. Još jedan značajan pomak smo napravili što smo obezbedili live stream prenos, tako da imajući u vidu da zbog ovih okolnosti ne može biti publike u salama, obezbedili smo dakle prenos putem interneta da svi ljubitelji stong tenisa mogu uživo da prate mečeve na ovom turniru. Ali ono što je takođe važno, ono što je naša namera, jeste i negde i obaveza da stalno unapređujemo stoni tenis. I ono što smo praktično ovim hteli da pokažemo, da u ovim novim i izmenjenim okolnostima u kojima svi živimo i funkcionišemo, mi kojima je stoni tenis deo života, na ovaj način dajemo doprinos pobedi života nad koronom. Dakle, stoni tenis mora da nastavi da se igra, da se takmičimo, da ga unapređujemo, da ga omasovljavamo, i ovo je naš doprinos tome. Sokan könnyű sportnak titulálják az asztali teniszt, de ez nem így van, vélik a játékosok. Sok edzés, gyakorlás és kitartás vezet a sikerhez. Treniram svakog dana, 2 puta dnevno, uključujući kondicioni trening, i uglavnom je taj ciklus treniranja u toku priprema 2 puta dnevno. Pa zavisi, uglavnom se organizuju neke pripreme, ali uglavnom taj princip rada, i uglavnom uvek treniramo 2 puta dnevno, bilo za koji turnir da se spremamo. Jako je težak sport, treba da se trenira koordinacija, brzina, kondicija, treba puno da se trenira. Ana Nikoljani egyébként Grúziából származik. Ott kezdett el asztali teniszezni. 2 évvel ezelőtt költözött Szerbiába, jelenleg a Kishegyesi Dombos Asztali Tenisz Klub játékosa.
Ja sam iz Gruzije, počela sam tamo da treniram kad sam imala 10 godina, već treniram ovaj sport 11 godina. U Srbiju sam došla prvi put pre 2 godine u Požegu, tamo sam počela da igram u Srbiji i onda prošle sezone sam počela da igram za Domboš, STK Domboš, i ove sezone isto nastavljam da igram za STK Domboš. Prošle sezone u prvoj ligi Srbije bila sam prva igračica na skor listi i izgubila sam samo jedan meč, a ostale sve pobedila. A Király Ilona emlékversenyen kiosztották a legjobb csapat és a legjobb egyéni játékos díját is. Negyedikként a Csóka Asztali Tenisz Klub végzett, a harmadik helyet a Velsec Asztali Tenisz Klubnak sikerült megszereznie. Második a Kishegyesi Dombos Asztali Tenisz Klub lett. Az első helyet az Újvidék Asztali Tenisz Klub érdemelte ki. A legjobb egyéni játékos Rádmila Tominyák lett az Újvidék Asztali Tenisz Klub játékosa. Stojanov Slobodan, a klub edzője, elégedett csapata teljesítményével. Svakako je ovo dobar pokazatelj na kakvom smo putu, svakako gajimo i dalje šampionske ambicije, 3 godine za redom smo šampioni, cilj je taj isti i u narednoj sezoni, koja će biti vrlo specifična, obzirom da će se igrati malo drugačiji sistem takmičenja, a i ko zna što nas čeka zbog ove korone. U svakom slučaju, jako sam zadovoljan i kvalitetom igara koji su prikazani i protivnici, i time je ovaj turnir svakako dokazao i zaslužio da se organizuje i narednih godina. Az esemény során a résztvevők megkoszorúzták Király Ilona sírját. Obavi, dve rečenice.